Hogyan próbálta meg növelni az ország védelmi erejét negyedik Béla? Negyedik Béla politikusi nagysága tulajdonképpen a tatárjárás után mutatkozik meg. Hisz az, hogy a tatárok kivonultak, az nem jelentette azt, hogy nem fognak visszavonulni. Nem fognak esetleg a következő évben újra támadni. Azaz, király félretette a saját egyéni sérelmeit, félretette korábbi birtokpolitikáját, és egyetlen dologra koncentrált, hogy növelje az országvédelmi erejét. Éppen ezért új birtokadományozási politikába kezdett, és ezek az új birtokok a nemesség és a bárok megnyerését szolgálták, katonaállításhoz kötötte egyébként, és várépítéshez ezeknek a birtokoknak az adományozását, és maga is jó példával járt elő, és királyi jövedelmekből, királyi birtokokon várakat épített, Buda, Visegrád, Sárospatak várai például. A másik ilyen védekezést erősítő cselekedete a városi címek adományozása volt, amely persze azt jelentette, hogy a várost fallal kell körülvenni, és ez növelte a terület védelmét, a lakosság védelmét, valamint a városi címhez további adók járultak, azaz a királyi bevételek is nőtek ezáltal. Negyedik Béla tehát a politikaváltással az ország erejét próbálja növelni, de közben látjuk, hogy benne van ebben a új birtokpolitikában az a tragikus helyzet, hogy a bárok erejét növeli elsősorban ezáltal, és a királyi hatalom tovább gyengül, azaz az Árpád ház királyok és Béla utódainak további meggyengülése tulajdonképpen ennek a új birtokpolitikának is egyik következménye lesz. Ezen kívül az ország életképessé tételéhez az is hozzájárult, hogy IV. Béla természetesen támogatja az újjánépesítést, az idegen népek behívását Magyarországra, és a szomszédos népekkel békepolitikát próbál folytatni. Nyilván egy esetleges újabb tatár háború esetén a többi keresztény ország, Lengyelország, Halics most már szövetségesként jelenjen meg, és esetleg növelje Magyarország erejét egy ilyen háború. Összefoglalva tehát IV. Béla politikai tevékenységét, nem véletlen nevezik a második honalapítónak, államalapítónak, hisz a semmiből, a szétvert magyar államiságból és elpusztult lakosságból kellett újra egy életképes, erős országot felépítenie, és leszámítva azt, hogy maga a királyhatalom meggyengült, ez sikerült is neki. Ebben az időben.